Folytatódtak a viták az Európai Parlamentben. A baloldali és liberális képviselők egy része továbbra is meg akarja akadályozni, hogy a szerintük Európa ellenes képviselők vezető posztot kapjanak a bizottságokban. A néppárt azonban úgy tűnik, hogy nem cseréli le a fideszes jelölteket. A Fidesz szerint a magyar ellenzék tovább áskálódik. Hídvégi Balázs arról beszélt reggel az M1-en, hogy több baloldali képviselő is elnézést kért tőle az akció miatt. Főleg szocialista baloldali képviselők hát gyakorlatilag elnézést kértek ezért az akcióért. Elnézést kértek a szocialisták Hídvégi Balázstól, miután a magyar ellenzék nem szavazta meg, hogy alelnök legyen az Európai Parlament Libe bizottságában. Erről a Fidesz LP képviselője beszélt az M1-en. A szakbizottsági helyek kiosztásáról július elején tartottak tanácskozást Brüsszelben. A DK, a Momentum és az MSZP politikusai azonban a baloldali és liberális frakciókkal együtt azért lobbiztak, hogy megakadályozzák a magyar kormánypárti képviselők, így Hídvégi Balázs alelnökké választását is. A tervük viszont nem vált be, a döntéseket őszre halasztották. Hídvégi Balázs most megismételte, a képviselők a magyar emberek felhatalmazásából vannak az Európai Parlamentben. Ez pedig, ahogy fogalmazott, világos és egyértelmű felhatalmazás. Magyarországon is hiába van kétharmados többsége a Fidesznek, de az ellenzéki pártoknak is jutnak bizottsági elnöki helyek, parlamenti alelnöki hely, alelnöki helyek, és így tovább. Ez így természetes. Hát ugyanígy lenne ez az Európai Parlamentben, és volt ugyanígy ugye egészen eddig. Ezt rúgták most föl ezzel az akcióval. Dajs Tamás hétfőn közösségi oldalán azt írta, akárhogy áskálódik a hazafiatlan népfront, nem tudják elvenni a Fidesz szakbizottsági alelnöki helyeit. A Fidesz EP képviselője azután reagált így, hogy hétfőn az Európai Parlament kulturális bizottságában szokatlan események zajlottak le. Voltak ugyanis olyan képviselők, akik a szavazókártyájukat sem vitték magukkal, ezért végül kézfeltartással kellett szavazni. Csak is arról tudtak dönteni, hogy elhalasztják a szavazást az alelnöki tisztségekről. Így a néppárt által delegált Bocskor András jelöltségéről is csak ősszel szavaz a bizottság. Ez nem így működik. Megengedhetetlen, hogy egy liberális csoport határozza meg, mi elfogadható és mi nem. Ezt pedig már a Kossuth Rádió műsorában mondta a képviselő a szakbizottsági folyamatokról. Hídvégi Balázs kitért arra is, hogy a magyar kormány megelőlegezte a bizalmat Ursula von der Leyen megválasztott bizottsági elnöknek, akitől azt várják, hogy szakít az elmúlt évek rossz Európát gyengítő politikájával. Tiszteletben kell tartani a tagállamok döntését, a választói akaratot. Nem lehet kipécézni egyes országcsoportok másoknak, nem szabad megengedni, hogy egy liberális szűk vélemény vezéri csoport akarja megmondani, hogy mi az elfogadható és mi a nem elfogadható az Európai Unióban. A politikus szerint ősszel is éles vitákra lehet számítani az új Európai Parlamentben, és a következő lépés a biztosok megválasztása lesz. A kormánypártok jelöltje Trócsányi László pedig, mint fogalmazott, felkészült a feladatra.